Nyírteleken a József Attila és a Deák Ferenc utcában is egy-egy használt ingatlan került a nyírteleki civil centrum birtokába. A társadalmi felelősségvállalásnak egy szép megnyilvánulása, hogy a városban újabb otthonokat építenek a fogyatékkal élők számára, amely projekt megvalósítása egyben hatalmas munkát is jelent majd, fogalmazott Szekeres József polgármester a civil centrumban tartott projektnyitó rendezvényen. Két feladat van, ugye az egyik, ami igazából most könnyebb volt talán megnyerni, és utána ezt végigvinni és lezárni ezt a pályázatot szépen. De én azt gondolom, és a beszédben is ezt fogom majd elmondani és kidomborítani, hogy ez egy olyan lehetőség az itt élőknek, hogy kapjanak egy személyre szóló gondoskodást, illetve egy odafigyelést, mind amellett, hogy megtartják a szabadságukat, a szabad döntési jogukat, lehetőségüket, és így egy ilyen nagyon ügyes szimbiózissal tulajdonképpen nem kerülnek ők bekorlátozásra, és ennek következtében élhetnek a lehetőségeikhez mérten teljesebb életet. Nyírteleken jelenleg is működik egy lakásotthon fogyatékkal élők számára. Ez a Szent István úti ház teljes kihasználtsággal 8 fő számára jelent támogatott lakhatási lehetőséget, de a nyírteleki civil centrum nem csak a lakhatásban segíti a rászorulókat. Egyesületünk jelenleg 3 intézményt működtet, a fogyatékosok nappali intézményét, támogató szolgálatot és egy bentlakásos intézményt, a önálló életházát, ami támogatott lakhatásinak nevezik. Ez egy olyan ellátási forma fogyatékos személyeknek, hogy szinte önállóan, kevés segítséggel önállóan élik mindennapi életüket, és nagy örömünkre az EFOP 2225-ös pályázatban lehetőségünk nyílt arra, hogy ami folyamatban ennek ez a nyitó rendezvénye, hogy még 2 újabb 6 fős házat tudtunk vásárolni, és ezeknek a felújítása után összesen így 12 fő fogyatékos elhelyezését tudjuk megoldani, tehát 12 férőhelyet bővülünk. Glückmann Pál hangsúlyozta, a lakhatás és a fejlesztő foglalkozások biztosítása mellett abban is segítenek, hogy a lakók akkreditált foglalkoztatóknál vagy közfoglalkoztatásban tudjanak dolgozni. A beköltöző lakóknak, klienseknek pedig megpróbálunk munkahelyet biztosítani, hiszen a már meglévőben is mindenkinek munkahelye van, és úgy építik fel a napi rendjüket, hogy munka, utána szabadidő, és nyilván egy olyan mindennapos életritmust, mint a úgymond egészséges emberek, ugyanazt az esélyegyenlőséget kapják meg, mint a úgymond normál egészséges emberek, de ők a fogyatékosságukat nem titkolják, megmondják azt, hogy miben kérnek segítséget. Elsősorban nálunk enyhe, illetve középsúlyos értelmi fogyatékosok vannak, önállóan ellátják magukat, önállóan étkeznek, nyilván a gyógyszerezésbe, pénzkezelésbe, főleg ezekbe kell segíteni nekünk. Az Európai Unió finanszírozásából készülő beruházásokra mintegy 213 millió forintot tudnak fordítani, amely az ingatlanok megvásárlásán túl tartalmazza az akadálymentesítést és a teljes lakberendezést a televíziótól az utolsó kanálig, mondta el Glückmann Pál. A 2x6 fő befogadására alkalmas ingatlanokba várhatóan még idén beköltözhetnek az új lakók.